Kívánok! Már csak 5 napig lehet jelentkezni a Katára és a Kivára, vagyis az új kisvállalati adókra. Egy hete 47 ezeren választották a kisadózó vállalkozások tételes adóját és 5 ezeren a kisvállalati adót. A két új adóremet a munkahelyvédelmi akcióterv keretében hirdették meg tavaly júliusban. A Nemzetgazdasági Minisztérium 500 ezer új kisadózót várt. Az utolsó napokban kampány indult az új adózókért. A Költségvetési Bizottság fideszes alelnöke szerint az adóváltozások azt szolgálják, hogy az egyéni vállalkozók, a mikro- és kisvállalkozások egyszerűbb szabályok alapján adózhassanak. Az új adónemektől foglalkoztatásbővülést és gazdaságélénkülést is várnak. Az este vendégei Puskás Imre, fideszes és Volner János jobbikos képviselő. Jó estét kívánok az urak! Jó estét kívánok! Az egyik cél az, hogy egyszerűbb legyen az adózás. Eddig nem sokan választották a kisadókat. Miért nem? Mi lehet ennek az oka? Egyrészt az a megindult a kampány a vállalkozásokért, ezt talán egy kicsit különös színben tünteti fel ezt a dolgot. Nem arról van szó, hogy itt valakiket most be kellene terelni egy új adórendszerbe, egy új adózási módba. Éppen ellenkezőleg itt arról van szó, hogy nyitottunk, a parlament nyitott egy újabb lehetőséget vállalkozások számára, hogy felmérjék, hogy az ő tevékenységük mellett, az ő árbevételük mellett, az szerint, hogy mennyi foglalkoztatjuk van, és ez hogyan viszonyul a teljes kiadási struktúrájukhoz, vagy éppenséggel, mi az a tevékenység, amit végeznek, és ha ezt végiggondolják és megnézik, hogy az új adózási lehetőségek számukra kedvezőek, vagy éppenséggel a régi mellett maradnak, akkor épp azt a célt szolgálja mindez, hogy jobb körülményeket, jobb lehetőségeket, ebben az esetben elsősorban kevesebb kiadást kelljen elszenvedniük a vállalkozásoknak. Nem arról van szó, hogy azt látják, hogy nem kedvezőbb. Egyrésztről az egyik vállalkozási új adónem az, amely kifejezetten a kicsiket, gyakorlatilag az önfoglalkoztatókat érinti. Ez amelyik a 6 millió forintos árbevételig nyújt lehetőséget. Egy nagyon-nagyon egyszerű, valóban soha nem létezően egyszerű adózási módra. Ebben az esetben a vállalkozás havi 50 ezer forint államnak történő befizetése mindenféle, gyakorlatilag mindenféle adókötelezettséget szabadul. Ehhez bármikor lehet csatlakozni. Ez a száma 50 ezer, lehet, hogy 3 hét múlva pedig 60 ezer lesz, és éppenséggel még december 28-án is lehet majd csatlakozni hozzá. Ez folyamatosan lehet, és ezért is azt gondolom, hogy ha ez jól működik, hogyha azt látják és átgondolják az emberek, hogy ez számukra kedvező, akkor ez lehet csatlakozni. A másik az, ami elsősorban azért nem az ilyen piciket, hanem már komolyabb méretű vállalkozásokat érint. Annak valóban egy határideje van a választásnak, ez pedig január 15-e, de itt is azért szeretném arra felhívni figyelmet, hogy minden új lehetőség az nyilván lassabban mozdítja meg a vállalkozásokat, lassabban mozdítja rá az embereket, és ez szerintem normális. Ha megnézzük az EVA-hoz való csatlakozásnak az ütemét, ott is egy meglehetősen meredek mutatót találunk, láthatunk évről évre. Annyit mondjam még, és aztán mindjárt átadjuk az ott Volner Jánosnak, ezt a határidőt nem tolják esetleg ki, tehát ez kőbe van viselve. Gondolom, ez a parlament módosította még december elején, erre a január 15-i határidőre. Egyébként ezt a parlamentnek volna a módja megváltoztatni, tehát következésképpen éppen nem is ülésedik a parlament, véletlenül február 1-ig erre nem lesz mód és nem is lesz lehetőség. A Jobbik azt mondja, hogy nem csak a kisadókról, az egész munkahelyvédelmi akciótervről, a cél jó, nincs meg rá a fedezet. Hadd mondjam először a kisadókról alkotott véleményünket. Abban nekem éles vitám Puskás úrral nyilvánvalóan nem lesz, hogy ez a kisadózókra vonatkozó adószabályozás, ez kellette vagy sem. Maguk a vállalkozások válaszolják meg adott esetben azzal, hogy erre az adózási fajtára voksolnak és ezt választják. Teljesen nyilvánvaló, hogy ez egy jó dolog. Mi inkább sok-sok finomító javaslatot tettünk volna hozzá, és sajnos ez nem ment át. Mit is értek ez alatt? Ha most megnézik, hogy kik választják ezeket az adónemeket, akkor azt lehet látni, hogy az úgynevezett terciér szektorban, a kereskedelemben és a szolgáltatásban csapódnak le ezek az adókedvezmények, az ebben dolgozó vállalkozások választják ezeket az adónemeket, míg például egy feldolgozóiparban foglalkoztató, munkáltató, vagy egy mezőgazdasági üzem már nem tudja ezeket választani, hiszen számára olyan magasak az anyagköltségek, hogy ilyen módon már nem éri meg ezeket az adónemeket választani. Magyarország a jelenlegi nehéz helyzetéből akkor tudna kilábalni, hogyha a termelést, a
az ipart, a mezőgazdaságot, ezzel párhuzamosan a kutatásfejlesztés fel tudná lendíteni. És ezeket az adónemeket éppen ezért, mert megadóztatják oly módon az élő munkát is, hogy maga az élő munkára kifizetett pénzmennyiség is adóalap növelő tényező, kizárja a kormány annak a lehetőségét, hogy egy termelő vállalkozás ezekbe az adókedvezményekbe részesüljön. Tehát egyrészt örülünk neki, hogy ez megtörtént. Én azt gondolom egyébként, hogy ha valamire kell, hogy legyen fedezet, akkor ez az. Tehát ebben egyetértünk a kormánnyal, viszont tovább kellett volna menni ezen az úton, és olyan szabályozást elfogadni, amely a termelőszféra cégeire is érvényes. Valóban akkor úgy tűnik, hogy alapokban egyetértünk, hiszen ez volt a cél. Az volt a célja ennek a adójogszabály változásnak, hogy lehetőleg azokat az egyébként utóbbi években nem különösebben kedvező helyzetben lévő magyar a tulajdonú kis- és középvállalkozásokat segítsük, amelyek sok esetben valóban küzdenek egyrészt azért, hogy meg tudják tartani azt a tevékenységet, amelyet végeznek, meg tudják tartani azt a dolgozói kört, amelyel munkájukat végzik, és ebből a szempontból azt hiszem, hogy ez az adómódosítás ez éppen ebbe az irányba hat, hiszen éppen azoknak a vállalkozásoknak éri majd meg, azért egy tételt még mondjunk ki, hogy kik is azok, akik nagy általánosságban választhatják azt az adónemet, amely a kis vállalati adóról van szó. Ugye azok a vállalkozások, amelyek 25 főnél kevesebbet foglalkoztatnak. Egyébként ebben a fejlődés lehetősége benne van, hiszen ők mindig ezt a kedvezményes adózást választhatják, ameddig 50 főt nem ér el a munkavállalói létszámuk, másrészt pedig az árbevételük az nem haladhatja meg az 500 millió forintot. Tehát ez a kör. És egyébként szinte valamennyi cég típus az, amelyik élhet ezzel a lehetőséggel. De különösen azoknak éri meg, meggyőződésem szerint, akik pontosan relatíve a tevékenységük volumenéhez, nagyságrendjéhez képest sok embert foglalkoztatnak, hiszen a megtakarítás az ott jelentkezik, hogy a társasági adó az 10%. Ahhoz képest ez a 16%-os adókulcs, amiről most beszélünk, mint kedvezményesről, nem volna egy igazán kedvezményes. A kedvezmény az ott jelentkezik, hogy az a társaság, amely befizeti ezt a 16%-ot az adóalap alapján, az gyakorlatilag ezzel le tudja mindazt a kötelezettséget az állam felé, nem csak a társasági adóját, hanem azokat a járulék kötelezettségeket, amelyet a munkavállaló után fizet, amely tudjuk, hogy 24,5% volna összességében, tehát ahhoz a 24,5%-hoz képest a 16% jóval kevesebb, tehát pont az a társaság, pont az a gazdasági vállalkozás számára kedvező ez, ahol a volumen, a cég volumenhez képest nagyon jelentős a munkavállalói létszám. Nyissunk egy kicsit a munkahelyvédelmi akciótervre, mert kifutunk az időből. Ott viszont tényleg azt mondták korábban, hogy nem látják a fedezetet, most már látják? Hát akkor, amit megjelölt fedezetnek a kormány, azért arra emlékeztetnék, 100 milliárd forintot szeretne az állam kincstár megadóztatásából beszedni, ha az állam önmagát adóztatja meg, az nyilvánvalóan nem jelent tartós fedezetet. Másik 100 milliárd forintot arra jelölt meg, hogy kölcsönveszi az ország védelmi tartalékát. Nyilvánvaló, hogy ez sem egy olyan fedezet, hiszen ha kölcsönveszem, akkor a következő évben vissza kell adnom. A harmadik 100 milliárd forintot pedig ebben a fedezetben az jelentette, hogy a Magyar Nemzeti Bankot adóztatják meg, azonban a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény értelmében a következő évben a Magyar Nemzeti Bankból ilyen módon kivett összeget vissza kell tenni ugyanoda. Tehát nyilvánvaló az, hogy nekünk az volt ezzel a problémánk, hogy valós fedezetet a kormány erre nem tudott mutatni, hiszen az, hogy az állam önmagát adóztatja meg, az nem jelent adóbevételt. Mi azt szerettük volna, hogyha olyan gazdasági intézkedések történnek, hogy nem csupán adópolitikai, elosztáspolitikai vitát folytat a Magyarországgyűlés, hanem arról is beszélgetünk, hogy hogyan lesz ez az egyébként egyre inkább zsugorodó, csökkenő torta nagyobb méretű. Erről pedig nem volt szó, hiszen nemrég például megkérdeztem Orbán Viktor miniszterelnök urat, hogy mondjon egyetlen olyan törvényt, amely azzal foglalkozott volna, hogy az ipart hogyan lendíthetjük fel az ipari termelést, mi van az iparpolitikával, és a miniszterelnök úr egyetlen ilyen törvényt nem tudott említeni. Térjünk vissza a fedezetre. Volt egy negyedik is, nem? A tranzakciós adó. Tudott volna sok mindent említeni, és azt hiszem beszélt is sok mindenről a válaszában. Sok mindenről, igen. Tartalmi kérdésekről beszélt. Viszont amiről képviselőtársam most beszélt, az a múlt idő, hiszen Magyarországnak elfogadott költségvetése van, és őt benne járunk ebben az évben. A 2013-as év költségvetését a parlament elfogadta. Ez a költségvetés fedezetet jelent mindarra, amiről most beszélünk. Nyilvánvalóan még pedig úgy tud fedezetet teremteni, hogy azt a fajta
igényt az ellenzék egyik oldaláról, a bal oldaláról, ami azt súlykolta, hogy megszorítások történjenek, az emberek felé történjen megszorítás mindannak érdekében, hogy ne a bankoktól vegyük el azt a pénzt, vagy éppenséggel ne a multiktól, közműszolgáltatóktól vegyük el a pénzt ahhoz, hogy többek között ennek a fedezetét, az akcióvédelmi, a munkavédelmi akcióprogramnak a fedezetét meg tudjuk teremteni, elő tudjuk teremteni. Ez megtörtént, elő tudtuk teremteni, a költségvetés egyensúlyban van úgy, hogy gyakorlatilag nem, hogy az emberek zsebéből vennénk ki pénzt, hanem többek között ezzel a adómódosítással is ott hagyunk pénzt, másrészt pedig akár csak említhetjük a rezsi díjaknak a csökkentését. Tehát mindaz, ami történik, az éppen nem abba az irányba megy, ahogy ez a korábbi években, hogy elvesz a kormány az emberektől, és nem is ad nekik, hanem ez úgy történik, hogy nem veszünk el az emberektől, és mégis tudunk olyan fajta szolgáltatásokat nyújtani, vagy éppenséggel olyan intézkedéseket tenni, amellyel ott hagyunk nálunk pénzeket. Rövid kiegészítésem lenne a dologhoz, hát annyi, ha egyensúlyban lenne a költségvetés, akkor nem beszélnénk róla, hogy költségvetési hiány van, ez nyilvánvaló, hogy ilyen formában nem igaz. Ellenben még egyszer mondom, azzal egyetértek, hogy ezt a fajta kedvezményt, ezt a fajta akciótervet a kormány meghirdette, ezt egyébként többször el is mondtuk a parlamentben, hogy ez egy üdvözlendő lépés. Több olyan szakmai apró javaslatunk volt, ami az előbbiek szellemében fogant, ami elsősorban a magyar termelő szektornak a fellendítését célozná, hiszen egy termelő munkahely 3-4-5 egyéb a terciár szektorban létrehozható munkahelyet teremt, ezeket azonban sajnos nem tudtuk megértetni a kormánnyal. Még egy dolog, nem teljesen kapcsolódik ide, felröppent egy hír, újra bevezetnék a 13. havi nyugdíjat, aztán meg, hogy mégsem, hanem ez egy egyszeri alkalom lenne, aztán meg az, hogy ez egy egyszeri kompenzáció lesz. Lesz-e, nem lesz-e? Ön az első kormánypárti politikus a hír megjelenése óta, ezért kérdezem meg. Én azt tudom mondani, hogy attól, mert felröppen egy hír, nem gondolom, hogy kormányülést kell összehívni. Tehát én nem, azt én sem mondtam, én csak kérdezem, hogy mit tud mondani ez ügyben? Számos hír még felröppenhet, tehát ilyen alapon beszélgetünk arról, hogy amitán bevezetjük majd az eurót, akkor mi lesz a magyar gazdaságban. Én körülbelül ezt most ilyen jelentőségű dolognak gondolom. Én magam erről egyébként körülbelül pontosan annyit tudok, mint az újságolvasók, tehát ilyen értelemben nagyon nem volna komoly részemről, hogyha kommentálnám, hiszen ez egyelőre nem az a szintje a politikának, a kormányzásnak, amelyre reagálni kellene. Azt hiszem, hogyha eljut arra a szintre, hogy ez mondjuk egy kormány előterjesztés, akkor beszéljünk majd róla, de ez még messze nem arról van szó. Köszönöm, hogy itt voltak. Köszönöm.